Én csak arra gondoltam, hogy ha már trentói zsinatról van szó, akkor ne csak egy üres falat nézzünk, hanem az Egri Liceumnak a mennyezet freskóját, de hogy miért ezt választottam, azt majd mindjárt elmondom. Tehát a Dienti Zsinat határozata az egyházmegyei szemináriumok felállításáról, ez a témám. Mérföldkőnek bizonyult a katolikus papképzés történetében, ezt tanultuk, jó néhányan tanítjuk is a koraújkori egyház történetnek ezt az alaptételét. Mégis érdemes kicsi alaposabban körüljárni a témát, mert a szeminárium határozat pontosabban az egyházi rend szentségéről szóló dogmatikai határozathoz fűzött 18. reformkánon, de ezt többet így nem mondom el, tehát mindig szeminárium határozatot mondok, nem az égből pottyant. Megvoltak a maga előzményei, és mint a zsinat többi rendelkezése, ez is a történeti háttér ismeretében értelmezhető igazán. A gyakorlati megvalósítás sem egyik napról a másikra történt, és nem is uniformizált módon. Annak, amit később trienti szeminárium modellnek neveztek, csak a kiinduló pontja volt a zsinati rendelkezés. Erre is érvényes Wolfgang Reinhardt azon meglátása, hogy külön kell választani azt, ami ténylegesen Trentóban történt, attól, amit imaginárius elképzelt tridentnek nevezhetünk, vagyis attól, ami később a zsinatra hivatkozva valósult meg, és most némi iróniával használom a nem túl szerencsés trident formát, tehát ez az imaginárius trident, amit aztán később 400 éven keresztül bele láttak, vagy bele magyaráztak a trentói eseményekbe és határozatokba. És hát ez ugye jó illusztráció az Egri Liceum könyvtárának mennyezet freskója, ami 1770-es években készült, tehát ugye nagyjából 200 évvel később, tehát ahogy 200 évvel később látták ugye a zsinatot, azért ez ezt is mutatja, és ugye a négy sarokban a zsinat négy sarkalatos döntését jelenítették meg Egerben, és az egyik az épp az egyházi rend szentségének megerősítése, és azért választottam ezt a képet, ugye ott középen ez látható. Visszatérve Trentóba, tehát arra, ami Trentóba történt, az alsópapság teológiai oktatását rögtön a zsinat elején bevonták a reformárandó területek közé, mégpedig a reformáció szónak akkor használatos értelmében, vagyis a régebbi kánonok felelevenítésével. Reformáción a régi jó egyházfegyelem helyreállítását értették, semmiképpen sem újítást, és ennek jegyében vették elő 1546-ban, tehát a trentói zsinat elején már a negyedik lateráni zsinat 1215-ben hozott határozatát a székesegyházi iskolákról, amit ugyanakkor aktualizálni is akartak. Aktualizáláson a humanista eszmények hatását kell érteni, és némiképpen az evangélikus kritika figyelembe vételét egy bizonyos szintig. Vagyis a klérus műveltségét kívánták emelni, és kiemelt helyre állítani a Bibliát a teológiai oktatásban. Az első tervezetekben az is felmerült, hogy egységes dogmatikai kézikönyvet kellene bevezetni a papság számára. Ezt Introductio Methodus néven említik, Erasmus szóhasználatát követve, de mintaként a Luther-féle katekizmusra is lehet gondolni, tehát hogy a papság valami egységes teológiai, egyszerű teológiai képzésben azért részesüljön. Végül az a dekrétum, mely a Szentírás tanításáról és a prédikációról szólt, annyit rendelt el, hogy a Szentírás lektora számára rendelt javadalmakat, alapítványokat a székes káptalanokban a célnak megfelelően használják fel, vagyis hogy ténylegesen az tanítson, aki ezt a javadalmat bírja, vagy ha neki nem megy, akkor megfelelő helyettesről gondoskodjon, illetve az apátságokban és a nagyobb konventekben is gondoskodjanak a Szentírás tanításáról. A szöveg előkészítése során azonban a dél-itáliai püspökök szóvá tették, hogy ez a kis egyházmegyéknek túl nagy terhet jelentene, ezért a határozatba az is belekerült, hogy ilyen helyeken legalább latin iskolákat tartsanak fenn.
De már ekkor voltak olyan hangok, melyek ezeket a rendelkezéseket elégtelennek tartották. Az első jezsuiták egyike, Claude Leger, aki az augsburgi püspök prokurátoraként volt jelen Trentóban, és így ugye föl is szólalt, úgy látta, hogy sok helyen vannak ugyan lektorok, hát szentírás oktatása, teológiai oktatásra kinevezett személyek, ám nincsenek hallgatók. Először tehát hallgatókról kell gondoskodni, azaz a papok menjenek az előadásokra, hiszen a székesegyházi lektor a papokat is ugye képezte, vagy tovább képezte volna, és ha nincsenek papok, kollégiumokat kell felállítani, ahol növendékeket képeznek és nevelnek. Az elnöklő legátusok nem sokkal később azt jelentették a pápai udvarba, hogy a zsinati atyák véleménye szerint létre lehetne hozni, amint az régen volt, a jó papok szemináriumát, kiskortól nevelve őket, azzal a reménnyel, hogyha majd javadalmasok lesznek, rendesen viselkednek. Ebben a levélben tűnik fel 1546-ban a szeminárium szó, mondjuk csemetekert, meg lehet fordítani, amivel egyébként mások is éltek ekkor a papi utánpótlás képzésével kapcsolatban, de úgy tűnik, még nem egy sajátos intézménytípust értettek alatta, hanem az iskola kollégium szinonimájaként használták, de már megjelenik az a gondolat, hogy a papok képzésének ez egy speciális helye lehetne. Ennek ellenére, hogy ez fölmerült 1546-ban, a papnevelő intézetek felállításának ügye csak a zsinat utolsó ülésszakán 1562-63-ban került elő ismét, azoknak a reformkánonoknak az együttesében, melyek az egyházi rend szentségéről szóló dogmatikai határozathoz kapcsolódtak. E kánonok élén a püspökökre vonatkozó rendelkezések álltak, melyek közül a püspöki székek betöltése volt ugye kérdéses, és különösen az a kérdés, hogy a püspökökkel szemben támasztott követelményeket isteni jog vagy egyházi törvény szabja-e meg. Tudjuk, hogy ez a probléma hónapokra paralizálta a zsinati munkát. Ugye végső soron az volt a kérdés, hogy a zsinat miként foglal állást a római pápának a megyés püspökök feletti hatalmát illetően. Ugye ez volt az az időszak, amikor a pécsi püspök Draskovics György, ugye a Ferdinánd császár magyar király orátoraként, tehát követeként részt vett ebben a vitában, illetve ennek a problémának a megoldásában. Tudjuk, végül egy varázsformulát találtak, amiben mindenki belenyugodott. Ugye, tehát mindenkinek igaza lett, vagy senkinek se lett igaza, attól függ, hogy nézzük. Na most ugyanekkor tárgyaltak az alsó papság reformját célzó kánonokról is. Ezek főként a kisebb és nagyobb rendek felvételének szabályozását érintették, tehát megpróbálták újra szabályozni a kánoni követelményeket, ezek vizsgálatát. Hogy mi volt előtte a helyzet, arról Fedeles kolléga két éve tartott egy előadást, hogy milyen is mentek Rómába tömegesen, kvázi ilyen szentelési turizmus jegyében, ugye a nagyobb rendek felvételére készülök, például innen ugye Magyarországon, vagy pécsi egyházmegyések is, ugye korábbi évtizedekben. Most egy 10 fős bizottság foglalkozott ezekkel a kánonokkal, és ennek az élén Nikolá Pszom verdöni püspök állt, aki egyébként az egyházi reform jelentős alakja volt Lotaringiában, és ha tudok, akkor tovább lépek, csak nem tudom, hogy melyikkel kell, ez a följebb, igen. Technikailag, bocsánat, igen, akkor igen, idáig jó, igen. Igen, mert az most következő személyeket, de még ezt a trapézt eltörölhetnénk, és akkor nem tudom. Igen. Ez ott marad. Ez a trapéz, na mindegy, majd elmondom, hogy ki kicsoda. Igen, igen, tehát itt a most következő, hogy? Mindegy, megnyomom ezt még egyszer, nem? Jó. Nem tudom, nem baj, ez ott marad. A képek látszanak, az a lényeg, tehát a most következőkben említendő fontos szereplői ennek a szeminárium dekrétum megszületésének szerepelnek itt, hát rögtön az első, ugye Nikola
Psalm, verdöni püspök, Psalmeus, azóta latinosított nevetet a Zsoltárról, nevezte magát. Ugye egyúttal itt a ugye korabeli főpapi szakálviseleteket is láthatjuk az egyes képeken. No, tehát ugye ő elnökölte ezt a zsinatot, ő Lotaringiában az egyházi reform jelentős alakja volt. Az általa előterjesztett tervezetben 1563. májusába bukkant fel, sorban utolsóként az a kánon, mely szerint az érsekségek és püspökségek szintjén segíteni kell az alkalmas papjelölteket, különösen a szegények gyermekeit abban, hogy megfelelő előképzettséggel jussanak el a szent rendek felvételéhez. Ugye ez lett a későbbi szeminárium határozott kiinduló pontja. És a szövegnek volt egy közvetlen forrása, annak az angliai zsinatnak egyik kánonja, melyet 1556-56 fordulóján rendeztek Londonban, Mária királynő rövid uralma alatt, a régi egyház restaurációja érdekében. Ez a főpapi gyűlés Reginald Paul bíboros, pápai legátus elnöklete alatt állott, és a trapéz eltűnt, tehát akkor is nem kell mutogatnom, mert látjuk, hogy kiről is van szó. És Paulnak az volt az elképzelése, hogy nagyobb létszámú és alkalmas papságot lehetne az újjászerveződő régi egyház számára képezni, ha a székesegyházi iskolák mellé papneveldéket telepítenének, és itt a Seminarium Ministrorum kifejezés szerepel ebbe a londoni kánonban. Az elképzelés szerint minden egyházmegyének meghatározott számú növendéket kellett volna eltartania, különösen a szegények fiai közül, olyanokat, akiknél megalapozott reményt láttak arra, hogy majd papként az Úrnak és az egyháznak fognak szolgálni. A zsinati határozat a növendékeket két csoportra osztotta, a püspök és a káptalan közös felügyelete alatt. A kisebbek 11-12 éves kortól a grammatikai iskola diákjai voltak, azért, hogy elsajátítsák a műveltség alapjait, feladva nekik a tonzúrát, már a klerikusok közé számították őket. Az idősebbek, akiket akolitusnak hívtak, a nagyobb rendek felvételére készülve teológiai, liturgikus és pasztorális képzést kaptak volna. Az egyházi tanításra és a fegyelemre nevelve őket, velük az volt a cél, hogy felkészülten és ellenőrzötten szentelődjenek, azaz a kánoni kritériumoknak megfelelve, tudásban és erkölcsökben is előre haladjanak ebben a szemináriumban. De tudjuk, hogy ebből a reformból semmi nem lett, mert Mária királynő ugye meghalt, és akkor egy visszarendeződés történt Erzsébet alatt, és egyébként Paul bíboros túlélte Mária királynő 12 órával, mert ennyivel később hunyt el ő is. De a londoni zsinat határozatait 1562-ben kiadták Rómában, könyv formában, Reformáció Angliae címen, tehát látszik, hogy a reformáción itt még a régi egyház helyreállítását értették. Így annyira nem meglepő, hogy néhány hónap múlva szövege a papnevelési tervezet alapja lett Trentóban, és Paul bíborosnak még az életrajzát is terjesztették a későbbiekben, mint kiváló ugye, reform férfiúit, és azt nem más írta vagy szerkesztette meg, mint Dudit András, aki szintén pécsi püspök volt, hát kinevezett pécsi püspök, de aztán ugye, evangélikus lett és megnősült a későbbiekben. A trienti határozat végső szövegváltozata nagy mértékben merített a londoni legátusi zsinatból, bár nem olyan szolgaia, mint az első változat, de volt egy másik kánonjogi forrás is, ez pedig 633-ból, a szevillai Szent Izidor irányítása alatt ülésező negyedik toledói zsinatnak az egyik határozata. Ez a vizigót országos zsinat bibliai idézettel támasztotta alá az ifjú klerikusok képzésének szükséges voltát, Teremtés könyvére hivatkozva, mivel az emberi szív szándéka ifjúságától fogva hajlik a rosszra. Teremtés könyve 8. fejezet, 21. vers. Ebből a megfontolásból a toledói kánon arról rendelkezett, hogy ahol a klérusban gyerekek és serdülők vannak, pueri et adolescentes, ott külön kell nevelni őket,
mert így fognak kitartani az egyházi fegyelemben. Ez visszhangzik a trienti szeminárium határozat kezdő szavaiban és bevezető gondolataiban, ugye cum adolescentium aetas, így kezdődik a trentói határozat, mivel a serdülőkor hacsak nincs helyesen nevelve, és nincs a zsenge évektől a jámborsághoz és a vallásossághoz szoktatva, hajlamos a világ gyönyöreit hajhászni. Ezért szükséges minél előbb a disziplina ecclesiastica, az egyházi fegyelem szerint nevelni a leendő papokat. Most felmerül a kérdés, hogyha a trienti papnevelési határozat szövege ennyire függ korábbi kánonoktól, akkor miért tudott mégis egy jelentős fordulat indikátora lenni? Erre akkor tudunk választ adni, ha számba vesszük azokat a már működő és a zsinati atyák szerint jól és hasznosan működő intézményeket, melyek a trienti szeminárium mintájául szolgálhattak. Itt szóba jöhetnek olyan székesegyházi iskolák, melyeket a püspök úgy alakított át már korábban, hogy elsősorban az egyházmegye papi utánpótlásáról gondoskodjanak, például a veronai akolitusok iskolája, így is nevezték. Aztán voltak olyan egyetemi kollégiumok, melyek ösztöndíjas helyei papságra készülő szegény növendékek számára nyújtottak, nem csak szállást és étkezést, hanem azon felül a vallásos élet közös keretét is megadták. Ugye a Collegio Capranica Rómában, Collège Montaigu Párizsban, és újabban néhány spanyol kollégium egyetemi városokban ezt a modellt mutatta. Voltak új típusú kezdeményezések is, melyeket egy-egy püspök alapított azért, hogy emelje egyházmegyéje papi utánpótlásának színvonalát, például Németországban, Dunamenti Dillingenben. De mindenek előtt a jezsuita kollégiumokra kell gondolni, ahol szegény diákokat is oktatásban részesítettek, ugye adományozók jó voltából, kifejezetten abban a reményben, hogy egyszer majd az Úr szőlejének munkásai lesznek, amint a bécsi kollégium szabályzata is ezt mondja, de hát leginkább a római kollégium germanikumra kell gondolni, mely kifejezetten papnevelési céllal jött létre. Most ezekben a jezsuita intézményekben megmutatkozott az a többlet, amit épp a bécsi kollégium szabályzata így juttat kifejezésre. A diákok nem csak a tudományok iskolájába lépnek be, hanem egyúttal a keresztény élet erényeinek és erkölcseinek iskolájába is. Trentóban a befolyásos zsinati atyák és teológusok előtt ismertek voltak ezek a kezdeményezések, elég csak arra utalni, hogy a Collegium Germanicum alapításánál az a Morone bíboros bábáskodott, itt alul látjuk, aki éppen ekkor Trentóban a zsinati munkát irányította pápai legátusként. Azt azonban nem lehet mondani, hogy a trienti határozat bármelyik imént felsorolt kezdeményezést kizárólagos modellé avatta volna. 1563. július 14-én szavazták meg ezt a reformkánont, az egyik jellegzetessége ennek éppen abban állt, hogy a szeminárium, mint Isten szolgáinak kollégiuma ötvözte ezeket, ugye ez szerepel a szövegben, Collegium Dei Ministrorum. Az ideális papnevelde egyesítette a latin iskolát és a teológiai képzést, későbbi kifejezéssel élve a kis és nagy szemináriumot, ahogy ezt utóbb már 17. században megfogalmazták. Az oktatási program ehhez igazodott, mert ugye olyanokat vettek föl 12 éves kortól az előírás szerint, vagy vehettek föl, akik az írni-olvasni tudás birtokában voltak, majd megtanították nekik előbb a grammatikát, éneket, naptárszámítást és más hasznos tárgyakat, majd ezután jönnek a teológiai tárgyak, szentírás, egyházi könyvek, szentek homíliái, szentségek kiszolgáltatása, különös tekintettel a gyóntatásra és a szertartástan. Aztán ötvözte ez a trienti szeminárium a székesegyházi iskolát és a kollégiumot, mivel a növendékek a tanulás mellett a székesegyház liturgikus szolgálatába is részt vettek, valamint vallási életüknek is szabályozott keretek között kellett folynia. Az elsődleges cél minden esetre az volt, hogy a papi pálya ne legyen elzárva a szegény jelentkezők elől, akiknek neveléséről minden egyházmegyében kellett gondoskodni, nem zárva ki a gazdagok fiait sem. Tehát ez a határozat
szövegében van így megfogalmazva. Na most persze alternatívák is felmerültek a határozattervezet vitájában. Így például a Ferdinánd német-római császár magyar király nevében benyújtott reformprogram azt preferálta volna, hogy 18 éves kortól vegyék föl a növendékeket, tehát ne 12 éves kortól, és hogy az akadémiák, tehát mondjuk egyetemek mellé telepített kollégiumok legyenek ezek, tehát nem minden egyházmegyében legyen, hanem ahol ugye egyébként az oktatás színvonala már amúgy is ugye magasabb. Egy másik javaslat kötelezővé tette volna a szemináriumi képzést mindenki számára, de ez a határozatban végül nem került bele, ugye az csak 10. Pius írta elő a 20. század elején, mindenkinek kell minimálisan nem tudom mennyi évet mostani szabályok szerint szemináriumba töltenie. Az igazi újdonság azonban a határozatban a püspöki felelősség és felügyelet volt, ugyanis a püspöknek kellett gondoskodnia egyházmegyéje papi utánpótlásáról. Ehhez persze anyagi erőforrásokra is szükség volt, ezért a zsinat feljogosította az ordináriusokat, megyés püspököket, hogy az összes javadalmastól hozzájárulást szedhessenek. Most röviden még arról, hogy hát mi lett a hatástörténet. A határozat elfogadása után rögtön fölmerült a kérdés, na de hogyan kell a gyakorlatba megvalósítani a rendelkezést? Ugye ma úgy mondanánk, hogy hogyan is kéne működnie egy szemináriumnak napi szinten, mert ez eddig csak egy szöveg volt. Ezért már magán a zsinaton azzal a kéréssel fordultak IV. Pius pápához, hogy alapítson egy mintaszemináriumot Rómában, és ez lett a Seminario Romano, ugye te oda jártál, és ugye ennek a vezetését a pápa a jezsuitákra bízta. Hát ez se volt olyan egyszerű történet, mert a római papság azért ennek annyira nem örült, és egyébként egy év múlva már majdnem annyi konviktor volt, tehát mondjuk így világi hallgató a szeminárium, vagy lakó, mint papnövendék, mert egyszerűen ugye fönn kellett tartani valamiből ezt az intézményt is. Most az első szemináriumok egyébként is rengeteg nehézséggel küzdöttek. Először is a legtöbb helyen nem volt egyszerű legyőzni a káptalanok és javadalmasok ellenállását a pénzügyi hozzájárulást illetően. Az anyagi nehézségek vagy a megfelelő nevelők hiánya miatt több szeminárium is hamarosan megszűnt, tehát az, ami Nagyszombatban történt az Olá Miklós féle szemináriummal, hogy ez rövidesen megszűnt, az nem egyedi jelenség volt, hanem hát inkább az volt az első néhány évtizedben az általános, hogy nem tudták fönntartani ezeket az intézményeket. Több helyen világi növendékeket is befogadtak a fenntartás megkönnyítésére, vagy hát jó néhány olasz városban egyszerűen a papneve, de visszaalakult régi típusú iskolává, csak az volt kírva egy szeminárium, de egyébként egy latin iskola vagy grammatikai iskola volt ez. Most a papnevelés módszere sem alakult ki egyik napról a másikra, és itt a hangsúlytán ez a nevelés szó van, hogy mi az a többlet, ami egy képzéshez hozzájárulhat. Ezen a téren nagy jelentősége volt Boromei Szent Károly milánói püspök tevékenységének, ugye őt látjuk még itt a képen, egy IV. Pius unokaöccse volt egyébként, mivel az ő zsinatai szemináriumi szabályzatai adtak világosabb útmutatást a papnevelde belső felépítését, napirendjét illetően. Ez a Boromei féle szeminárium arról ismerszik meg, hogy a trienti papnevelés három pillére a tanulás, a stúdium, az intenzív vallási élet és az egyházi fegyelem begyakorlása, és végül is ez lett a modell, ami ugye elterjedt itt a későbbiekben, Magyarországon, Magyar Királyságban is. De ez még csak a külső keret volt, ami ez a következő nemzedékek adták hozzá azt a sajátos spiritualitást, mely az egyházmegyés pap életformáját is hivatásként értékelte, és itt a 18. század elejének nagy francia papnevelő egyéniségeit kell említeni, Párizs Szent Vincét, Jean-Jacques Ollier-t, ugye szulpiciánusokat említette, Edvárd atya, tehát egy új modell is megjelent, és itt jelenik meg az a gondolat, hogy a világi papnak ez vokáció, ez hivatás. Végül is, ugye zárszó, igazat kell adnunk a zsinat monográfusának, Hubert Jedinnek, aki szerint
a trienti szeminárium, mint egyébként a zsinat egész reformműve, nem volt ideális megoldás minden problémára, inkább csak realisztikus megoldás volt arra, hogy az alsó papság lehetőséget kapjon a lelkipásztori szolgálathoz szükséges képzettség megszerzésére. Köszönöm szépen, tudom, itt lehetett hallani belőle hátul, megpróbáltam túlordítani a vihart. Köszönöm.